Köszöntöm nézőinket, Önök a Hévízi Televízió adását látják szeptember 14-én, kedden. Mai híradóval kezdünk, tartsanak velünk! Hévízen is csatlakoztak a Nyitott Templomok Éjszakája rendezvénysorozathoz ünnepi szentmisével, koncerttel és egy különleges kegytárgyakból álló kiállítás megnyitójával is várták a híveket és az érdeklődőket. A kiállításon például barokk misekehely, az 1800-as évekből származó misekönyv, 1723-as egyházi anyakönyv és féltve őrzött kegytárgyak is láthatók a környező plébániák gyűjteményéből. Az a célunk, hogy megismertessük az egyháznak a kincseit, hagyományait és a jelen egyházi művészet dolgait a hívekkel, és az, hogy azért elmagyarázok nekik az, hogy mi mit jelent és mikor használjuk a liturgiában. A hajdani és a mai miseruhák között felállítottak egy régi rítusú oltárt is, amely a II. Vatikáni zsinatig az 1965-ig érvényben lévő háttal misézést szolgálta. A régi rítusú oltárnál, hogy ott volt a kánontábla, amit is látható, aztán a misekönyv, a kehely takaróval, és hát ugye a régi rítusú szertartás szerint hegedű miseruhát használtunk, amely a trienti zsinattól körülbelül volt érvényben, és ugye ezek a miseruhák, ezek általában apáca munkák voltak. A kiállításon számos évszázados dokumentumot is bemutatnak, köztük egyházlátogatási jegyzőkönyveket az 1800-as évekből, és egy 1818-as plébániai lélek összeírást, amely a népszámlálás egykori megfelelője. Habár a nyár már véget ért, az időjárás még kedvez a pihenni vágyóknak. Hévíz utcáin most is számos turistát láthatunk. Sokan közülük nagyon messziről érkeznek, csak azért, hogy eltölthessenek városunkban egy kis időt. A nyár beköszöntével látványos turisztikai fellendülést tapasztalhattunk városunkban. Számos német, osztrák és orosz rendszámra figyelhettünk fel az utcákat járva. A szezon végeztével még mindig népszerű desztináció Hévíz. Sok külhoni magyart, illetve több nemzetiségű családokat is csábított városunk. Ilyen szép itt minden, a templomnól kezdve a sok virág, meg hát a gyógykúr, a termál, a Balaton, a jó, a vendéglátás, hát itt minden. Hát én itt nőttem fel, aztán hát persze most Olaszországban élünk, de 10 év alatt, 15 év alatt minden olyan szép lett, mindent felújítottak. De nem csak a millió, hanem Hévíz lakossága is imponál az ide látogató vendégeknek. Az emberek nagyon szépek, nagyon jó, kedvesek, udvariasak, nagyon el vagyok csodálkozva, amikor Magyarország arról volt híres, én már kint vagyok Kanadában 65 éve, hogy arról volt híres, hogy gorombák az emberek, nem udvariasak. Most mióta hazajárunk, az utolsó pár évben minden megváltozott. Kedvesek, udvariasak az emberek. Emellett a világhírű tófürdő vonzereje is hatalmas. Van olyan, aki egészségügyi panaszai miatt szeret megmártózni a gyógytó vízében. Nekem ez a víz nagyon jót tesz egyszerűen. Ettől a víztől annyira jól érzem magam utána, tehát sokkal kellemesebb a közérzetem, könnyebben mozgok. Olyan is akad, akit egyszerűen a tó egyedisége bűvöl el. Nekem különösebben, hála Isten, nincs problémám, viszont olyan csodálatos, egyedülálló tó ez a világon, hogy szívesen jövök ide, és jól érzem magam, és kellemesen el tudom tölteni az időt. Hévíz tehát számosokból kedvelt turista célpont. Az biztos, hogy aki városunkba látogat, annak bőven akad látnivaló, de a kellemes pihenéshez is adott minden. A Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság számára a nyári hónapokban az évszakra jellemző esetek adták a legtöbb munkát. Főként mezőgazdasági tüzekről, viharkárokról, közlekedési balesetekről, kigyulladt autókról és szénmonoxid jelzéssel kapcsolatos riasztásokról beszélhetünk. A Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai nyáron sem pihentek. Bőven akadtak olyan kisebb-nagyobb események, amelyekhez ki kellett vonulniuk. Ezek elsősorban az évszakra jellemző esetek voltak. Ilyenkor kiemelkednek azok a szabadtéri, illetve mezőgazdasági jellegű tűzesetek, amik gyakorlatilag minden nyarat végigkövetnek, de még ugye a nyáron is túlmutatnak. Gyakorlatilag rögtön a nyár első hónapjában mindjárt kezd helyen kigyulladt egy 12 lakásos sorháznak a tetőszerkezete,
Valamint érdekesség, hogy ezen a nyáron valamivel több közlekedési balesetnél akadt dolga a megyei tűzoltóknak, ugye ahol általában ugye ezeknek a gépjárműveknek az áramtalanítását végezték. Ez elmúlt időszakhoz képest azért ezeknek a száma jelentősen megnőtt. A katasztrófavédőket a nyár folyamán nagyjából 70 tűzeset kapcsán riasztották, közel 20 alkalommal pedig kigyulladt gépjárművekhez érkeztek a tűzoltók. A szóvívő azt tanácsolja, hogy ha bár nem kötelező, de érdemes porraloltó készüléket tartani autónkban az esetleges tüzek megfékezésére. Ugye júniusban 7, júliusban 14 alkalommal volt szükség a viharok miatt a tűzoltói beavatkozásra. Ugye ezek jellemzően kidőlt fák vagy leszakadt vezetékek voltak, viszont augusztus 15-e és 19-e között ugye főleg Zalaegerszeget érte el egy olyan vihar, zóna, ami csapadékkal és erős széllel érkezett, és gyakorlatilag ebben a pár napban, tehát 4-5 nap leforgása alatt majd, hogy nem 100 helyszínen volt szükség a tűzoltók munkájára. Emellett a katasztrófavédőkhöz számos szénmonoxid jelzéssel kapcsolatos riasztás érkezett, ezek közül a kiérkező tűzoltók 15 esetben igazolták is a mérgező gáz jelenlétét. A Zala-megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az elkövetkezendő fűtési szezonra még nyomatékosabban azt tanácsolja, hogy mindenki használjon szénmonoxid érzékelőt, hiszen az életeket menthet. Bészabó Péter Bolygó magyar című verses kötetét mutatták be a Hévízi Városi Könyvtárban. A politikai témájú alkotásairól ismert író most új műfajban próbálta ki magát, több évtizedes svájci emigrációjának tapasztalatait is felvonultatva. Megbecsülésben kell, hogy része legyen, mindegy, hogy az anyaországban, az elszakított területeken, vagy pedig nyugaton, ahol nagyon sokan voltunk és vagyunk. Hévízen a Városi Könyvtárban mutatták be Bészabó Péter Bolygó magyar című verses kötetét. A magyarság féltő írásairól ismert író most a lírai műfajban mutatkozik be. Kötetének alapját több évtizedes svájci emigrációjának tapasztalatai adják. A cím is erre utal. Egy nyugaton élő, a Kárpát-medencéből elszármazott ember írásait olvashatjuk. Verses kötetem előszava, előszó helyett Major Zala Lajos Bolygó magyar című verse, de nem lehet azt mondani, hogy a kötet kalandozna valamilyen más országokban, kivéve a Kárpát-medencét, mert én 52 évi emigráció után is erős, mély magyar maradtam, és számtalan szervezetet alapítottam, köztük a Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kört is, amelynek kötődése van Hévízhez. A 90-es években Major Zala Lajossal együtt közreműködtünk a Csokonai Társaság létrehozásában. Bészabó Péter a Csokonai Társasággal karöltve több irodalmi könyv kiadásában is közreműködött az évek alatt mecénásként, és több tanulmányi konferenciát is szerveztek a hévízi és a svájci irodalmi körrel közösen. A szerző elsősorban politikai írásairól híres, ám életének egy pontján úgy érezte, eljött az ideje ebben a műfajban is kipróbálnia magát, összegyűjteni verseit. A gyűjtemény 5 fejezetből áll, a magyarság témája mellett az istenhit, a család és a szerelem is megjelenik, élettapasztalatokat felvonultatva. Vakcinainfo. A koronavírus járvány negyedik hulláma különböző mértékben Európa minden országát, így Magyarországot is elérte. Az adatokból jól látszik, a járvány elsősorban azok számára veszélyes, akik még nem kapták meg az oltást. A védőoltások mind hatásosak és biztonságosak. A járvány elleni védekezés legfontosabb eszközei. Magyarországon a beoltott emberek kevesebb, mint 1%-a betegszik meg, ezért fontos, hogy aki még nem oltatta be magát, minél előbb kérje az oltást. Az oltás működik. Magyarország működik.
A nyár végeztével ismét elérkeztünk az év azon időszakához, amely bővelkedik népszokásokban. Ősz elején már számos jeles napot jegyez a naptár, például Mária napját. Hagyományosan ilyenkor kezdődik a szüreti időszak és a betakarítási munkálatok is. Ősz elején ismét megkezdődik az év népszokásokban bővelkedő időszaka. Az időjárás javarészt még kedvező szeptemberben, így tökéletesen alkalmas például a betakarítási munkálatok elvégzésére. Ilyenkor számon tartunk számos időjárás jósló jeles napot is. Rögtön szeptember 5-én Lőrinc napját, amely tönkreteszi a dinnyét. Nagyon jó időszakban vagyunk, hiszen majd most derül ki, hogy mi volt az eredmény az egész éves munkánknak. Az egy érdekes kérdés, hogy mikor kezdődik az ősz. Ugye a naptárban szeptember 1-én, de azért a néphanyományban inkább kisasszony nap, szeptember 8-a az, ami már tényleg azt jelzi, hogy itt az ősz, és már nem lesz olyan jó idő. Fecskehajtó kisasszonynak is nevezik, hiszen, és tényleg így is volt idén is, hogy szeptember 8-án útra keltek a fecskék. De ha mégis maradnak, akkor az azt jelenti, hogy hosszú ősz lesz, de azért szeptember 8-án elmennek. Kisasszonynap az azért is érdekes, mert ugye a néphagyományban ősz kezdett, és egy nagyon fontos Mária ünnepünk. Mária születésének az ünnepe, és ez a vallásos néphagyományban egy kitüntetett szerepű ünnep volt. Igazából nagyboldog asszony és kisasszony köze, ugye az a két asszony köze, és ez egy nagyon szerencsés időszaknak számított, egy csomó munkát ilyenkor jó volt elvégezni, amit ilyenkor kezd az ember, az általában szerencsésen végződött. És hát a kisasszony napon is például úgy tartották, hogy a kisasszony reggeli harmat az megáldja, megszenteli azt, amit kiraknak rá. Ezért szokták a vetőmagot például kirakni a hajnali harmatra, és akkor utána azt vetették el, mert hogy ezzel megszentelődött. Mária születésnapja, és fontos búcsújáró nap is. Zalában, pontosabban Kiskanizsán egy egyedi szokást is jegyzünk szeptember 8-ához kötődően. Kisasszony napja előtt az esti misén feldíszítették Mária bölcsőjét. Ilyenkor egy babát helyeztek el egy őszi rózsával dekorált üvegvitrínben, ez a kisasszony bölcsője. Másnap a kereszteket is feldíszítették Mária tiszteletére. Szeptember vége fele van ugye Szent Mihály napja, 29-én, ami szintén egy fontos állomás a gazdasági évben, hiszen a Szent György napon kihajtott állatokat általában Szent Mihálykor szokták behajtani, és ilyenkor szoktak elszámolni a pásztorok, ez pásztorünnep is volt, Mihály napi vásárok szoktak lenni, ahol a pásztorok például beszerezték a szerszámaikat, az eszközeiket, illetve a cselédeket is ilyenkor szokták felfogadni, vagy megkérdezni őket, hogy maradnak-e még. És úgy tartották, hogy Szent Mihály, ugye az már behozza a deret, megfigyelték ilyenkor az időjárást, hogy milyen idő van, attól függött az, hogy milyen lesz majd az ősz, vagy mikor jön be a tél. Ha az állatok ilyenkor összebújtak, a juhok vagy a disznók, az azt jelentette, hogy hát bizony hideg lesz az ősz, és korán jön meg a tél. Azt szokták mondani, hogy aki ilyenkor még szalmakalapban vagy nyári ruhában jár, attól ne kérjünk tanácsot, mert nem okos ember. Ősz elején két fontos betakarítási szokást jegyzünk. Összekezdik a kukoricatörést is. Kisasszony napján, illetve inkább később, Szent Mihály napján szokták azt mondani, hogy addigra már megérik a kukorica, és olyankor szokták elkezdeni a kukoricát törni. Aztán ugye ezzel függ össze a kukoricafosztó, a kukoricaszedés vagy kukoricatörés ugyanúgy kalákában végzett társas munka, mint a szüret, csak mondjuk nem annyira finom, mert ugye a kukorica az elsősorban az állatoknak a takarmánynövénye, de a kukoricaszedést is illett utána a segítségeket megkínálni, és minden ilyen társas munka a végén egy nagy lakomával ért véget. Emellett a szüreti időszak is ilyenkor van. Most már az újfajta szőlők miatt már megkezdődik augusztusban is sokszor a szüret, és hát az idegenforgalomnak köszönhetően a bornapok, borfesztiválok, szüreti felvonulások is megkezdődnek már augusztus végén, az egész szeptemberben vannak ezek az ünnepségek. Régen, még a régi fajta szőlők idejében, mielőtt ugye a műszőlészeti ismeretek és az új fajták bejöttek, inkább az október volt a szüretnek az időszaka. Terézia vagy Orsolya napja volt egy fontos szüretkezdő időszak. De ez nem úgy volt, hogy mindenki kiment, és akkor elkezdtek szüretelni, hanem a hegyközségnek az előjárósága határozta meg, hogy mikor kezdhetik a szüretet. Természetesen ez megnézték, hogy mikor érik meg az a szőlő. Ugye itt a Dunántúlnak ezen a részén hegyközségek voltak,
amik ilyen autonóm szőlőhegyi közösségek voltak, és saját maguk választották meg az elöljáróikat, a döntéshozóikat, de természetesen ez mind földesúri jóváhagyással történt, és hát a hegyközségi szabályzatokat is, vagy a szüretnek a lefolyását is úgy szokták meghatározni, hogy a földesúrnak nehogy sérüljenek az érdekeik. Így a szüreti időszak akkor kezdődött, amikor a földesúrnak megfelelt az időpont, illetve az első mustot és bort is ő adhatta el. A néphagyományban ez egy kifejezetten vidám és bővelkedő időszak volt. Gyorsan kellett mindig szüretelni, mert jött a seregély. Ugye régen, még a 19. században, 19. század végén a legnagyobb ellenség a szőlőhegyekben az a seregély volt, illetve a rontás, amikor nem tudták mi a baj, csak hát valamiért tönkrement, az volt a rontás. Ezért szoktak például a szőlőhegyekbe kirakni lókoponyát, az a rontás ellenvétel szőlőszemeket, illetve hát puskaropogás, még ágyú is dördölt ilyenkor, ostorcsattogtatás, azért, mert hogy a seregét elijesszék, és hát a szüret az egy nagyon fontos társas munka volt, ugye kalákába végezték, gyorsan kellett elkészülni, és ezért besegítettek egymásnak. Egyik nap az egyik, másik nap a másik gazdánál. Habár régen nem voltak jellemzőek a napjainkban megszokott szüreti mulatságok, mindig megünnepelték a betakarítás végét egy lakomával. Ősz elején még egy fontos néphagyományt ismerünk, ez a kisfarsang. A kisfarsang időszak az Mihálytól eltart egészen Katalin napig. Ez egy ilyen házasulásra nagyon alkalmas időszak volt, hiszen a közös munkákat is úgy ünnepelték meg, hogy akkor, ha nem is mulatozással, de közös étkezéssel, és ilyenkor szoktak újra esküvőket is tartani, mert a nyári munkaidőszakban, meg amikor az élelmiszer se állt el úgy, akkor nem volt divat. Nagybőti időszakban tavasszal nem volt divat. A farsangi időszak az esküvőknek az ideje, illetve az ősi kisfarsangi időszak. Az évszak ezeken kívül még felvonultat számos népszokást, ezek már inkább vallási jellegűek, és a minden szenteki ünnepkörhöz kapcsolódnak. A következő percekben rovatainkat láthatják, kollégáim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, itt vagyunk a Hévízi Városi Könyvtárban, és szokásos heti könyvajánlónk következik. Ezúttal három komolyabb hangvételű regényt hoztam el önöknek, amit szeretnék bemutatni, ajánlani. Az első Jacek Denel Lala című regénye. Ez a kötet tulajdonképpen a szerző első kötete, és azt tudni kell az íróról, hogy egyike a fiatal lengyel irodalom igazi különceinek, aki tulajdonképpen egyetlen irányzathoz sem köthető, és ez jellemző erre a regényére is. Eredetileg költőként indult a pályafutása, stilizáló, nagy formakészségről árulkodó verseinek első kötetét maga Czeszláv Milosz ajánlotta az olvasók figyelmébe. Ez az első regény, a Lala, a lengyel próza élvonalába emelte, és Kosciuszki díjjal jutalmazott lírai kötetek után a Politika folyóirat rangos díját hozta el az írónak. Maga a történet 1919-ben kezdődik, ekkor születik meg a regény főhősnője, Helena Bieniecka, akit szépsége miatt mindenki Lalának, azaz babának hív. Az ő alakját rekonstruálja könyvében maga az író, aki az unokaként jelenik meg, kirajzolva egy különleges asszony történetét egy különleges korban, hiszen a nagypolgári família anekdotái pontosan visszatükrözik a hosszú 20. század lengyel történelmét. A családregény, az életrajzi regény, a fejlődés regény és az interjú regény műfajait ötvöző regényben a nagykorúságba lépő unoka szemszögéből figyelhetjük meg a hősnő életét, születésétől a haláláig tulajdonképpen. Mindenkinek ajánlom, aki egy komoly hangvételű, igényes regényt szeretne tehát olvasni. A következő
Gayle Forman kötete, akinek további regényei, nagy sikert adott regényei, úgy mintha maradnék például, szintén kölcsönözhető a könyvtárunkban. Ez a kötete az Eltévedtem, amelynek története röviden, hogy egy kis híján végzetes baleset egyetlen nap leforgása alatt sors közösséget teremt három idegen között. Freya a hangját vesztette el, első önálló albumának felvétele közben. Harun szökni készül, menekül mindenkitől és mindentől, akit és amit szeret. Nathaniel pedig egyetlen hátizsákkal és egy szörnyű tervel érkezik New Yorkba, mert már nincs vesztenivalója. Telnek az órák, és egyre másra lepleződnek le a titkaik, és lassan ébredezik bennük, hogy saját veszteségeikből, bánatukból egy valami jelentett kiutat. Ha osztoznak a másik fájdalmában, ha segítenek a másik kiútját megtalálni. A szerző legújabb regénye tehát az Eltévedtem megrázó, sőt katartikus történet a szerelem elvesztéséről, a szerelem megtalálásáról és az önismeretről, az önállításról. Tehát egy újabb, komolyabb hangvételű kötet. És a végére hagytam egy szintén érdekes regényt, Gerard van Emerick regénye, a Csibe fiú címet viseli. Főhőse Lukasz, a félszeg, gyermeki lelkületű, nagy darab tyúk tenyésztő, kerüli a társaságot, nehezen igazodik el az emberek világában. Nur, a művelt, kedves fiatal lány szeretné, ha mindenki kedvelné és odafigyelne rá. És ugye, mivel az ellentétek vonzák egymást, így Lukasz és Nur összekötik az életüket. A házasság hosszú, nyugalmas évei után azonban egyszer csak felborul ez az egyensúly, és megszületik gyermekük Jimmy, aki anyja szeme fénye. Lukasz pedig úgy érzi, hogy soha többé nem lesz már az első helyen Nur szívében, ami miatt egy kétségbe esett lépésre szánja el magát. A maga a szerző egy félreeső tanyán töltötte gyerekkorát a hollandiai Veluwében. Eddigi regényei és elbeszélés kötetei elismerő fogadtatásra találtak, mind a kritika, mind a széles olvasó közönség körében. Van Emerick a Holland Mudblood című tekintélyes irodalmi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja, és emellett prózaírást tanít Amsterdamban. Tehát egy újabb irodalmi csemege, amit bátran ajánlok a komolyabb irodalmi művek olvasóinak. Ez a három kötet volt mára, a jövő héten is várom a tisztelt nézőket. Köszönöm szépen a figyelmüket! Szeptember 15-én szerdán a szeptemberi dallamok rendezvény sorozat koncertjét élvezhetjük Hévízen. 17 órától a Fidelis Brassben tölti meg a Festetics teret dallamokkal. Rossz idő esetén a Rózsakert terasza ad majd otthont a koncertnek. A rendezvény ingyenesen látogatható. Szeptember 18-án szombaton tartják a 10. Gyenesdiási Burgonya napot a Piac téren. A program kínálatban szerepel burgonyás ételek vására, beszélgetés Gianni Annónival, bábszínház és koncertek is. Emellett a vállalkozó szellemű társaságok nevezhetnek a burgonyás ételek főzőversenyére is. Szintén szeptember 18-án 9 és 18 óra között a Gyenesdiási Természetházába várják az érdeklődőket Csodaszarvas családi napra. A programok között találhatunk íjászatot, solymász és vadászkutya bemutatót, de vadételeket is kóstolhatunk. Ugyancsak szeptember 18-án tartják az első kutyás napot lovasokkal Cserszegtomajon. A rendezvény 15 órakor kezdődik fajta bemutatóval, ami egyben szépségverseny is.
Ezt követően a lelkes gazdák bemutathatják, hogy kutyájuk milyen trükkökre képes, majd a keszthelyi kutyasuli bemutatóját is megtekinthetjük. Szeptember 18-án és 19-én rendezik meg a 6. Kis-Balaton körfutó versenyt, amely Zalakarosról indul. A rendezvény kétnapos, első nap gyermek és családi versenyekre, illetve kutyás futásra nevezhetünk, második nap pedig felnőtt versenyszámokon indulhatnak a futók. Szeptember 29-éig minden szerdán este 8 órától orgona koncerteket élvezhetünk a Hévízi Szentlélek templomban. A 2014-ben indult Majestic Sounds hangversenysorozat megálmodója és művészi vezetője Teleki Miklós orgona művész. A koncertekre jegyet kapunyitás előtt egy órával 2000 forintos áron lehetséges vásárolni. Tér, zene és zsongás várja az érdeklődőket szeptemberben is Hévízen. Különböző klasszikus, akusztikus és jazz koncertekkel várja városunk az érdeklődőket a térzene program sorozat keretében. Hévíz eredete címmel egy 21. századi kódexet tekinthetünk meg az Egregyi Múzeumban. Szalai Katalin kódexíró és oklevélgrafikus 2 évtizeddel ezelőtt alkotta meg a Hévíz történelmét feldolgozó kódexet. A 7 lapos alkotás nyitvatartási időben, hétfőn és kedden 8 és 13 óra között tekinthető meg. A Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezésében ismét elérhetők a vezetett városnéző séták. Jelentkezhetünk például gasztrosétára, amely során különleges finomságokat kóstolhatunk, de bejárhatjuk Hévíz és Keszthely utcáit elektromos kerékpáron is. Az elérhető túrák részleteiről a hevíz.hu oldalon tájékozódhatnak. A Keszthelyi Helikon Kastély Múzeumban kezdetét vette a tematikus nyári napok programsorozat, melynek keretében a hét mindennapján különleges élményekkel várják az érdeklődőket. Hétfőnként például az állatoké a főszerep, ekkor a madárpark lakóit is megetethetjük. A programokról részletes tájékoztatást a Kastély Múzeum honlapján találhatnak. A hévízi termelői piac heti 3 napon, kedden, csütörtökön és szombaton várja a látogatókat. A piacon környékbeli termelők portékáiból vásárolhatunk. Ízletes sajtok, sonkák, friss zöldségek és gyümölcsök tárulnak szemünk elé a piac térre lépve, de akár különleges ajándéktárgyakat is vásárolhatunk. Egy kellemes délutáni séta során érdemes megtekinteni a Hévízi Muzeális Gyűjteményt a Belvárosi Múzeumban. Itt a világon egyedülálló balneológiai és helytörténeti tárlatot tekinthetünk meg, de az Ezt láttam az ablakból, rajz- és fotópályázatra beküldött alkotásokból kiállított tárlatot is megcsodálhatjuk. Az Obori Élménypark az önarcára is mosolyt csal. A Zalaszabari Vidámparkban számos kül- és beltéri attrakcióval várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Csúszdázhatunk például hófánkon és csónakon is, de Magyarország egyetlen hullámvasútját is itt találjuk. Az elérhető attrakciókról az Élménypark honlapján tájékozódhatnak. Vége van a nyárnak, hűvösszelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol se tud venni. Kapkod fűhöz, fához, szalad a vargához, fűsz a hegyen lakó, vajú varga pálhoz. Azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő most a csizmát nagy uraknak várja.
darunak, gólyának, a bölömbikának. Kár, 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 nem jön akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is, útra kelt azóta a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének, nincsen cipőcskéje, máig se szegénynek. Keresi, kutatja, repül a juhegarra, kis cipőt, erre csak azt hatja. A doktor szemszárasság kezelése. Köszöntöm Önöket! Sokan egész nap számítógép előtt ülnek, majd mikor hazamennek, akkor a TV képernyője vagy a mobiltelefon kijelzője veszi át ennek a helyét. Ilyenkor sokan tapasztaljuk a szemszárasságot. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Orvosintézet orvosigazgatója. Doktor úr, a szemszárasság az valaminek az eredménye, vagy egy valamiféle betegséget jelez? Tehát, hogy életmóddal befolyásolható-e? Hát életmóddal rontani tudunk rajta általában. Hát valaminek a betegsége természetes, persze, hát a normális eset, normális körülmény az nem az, hogy az embernek bármiféle érzete van a szemében. Hát látunk vele, normálisan működik, nem érezzük, hogy lenne szemünk, nem akarunk vele csinálni semmit. Hát jó, de nem béli bábokat figyelünk a pusztában, hanem egész nap ülünk a monitor előtt, tehát egészen más terhelésnek van kitéve, mint amire alapvetően ezt tervezték. Igen, vagy művi megvilágítás van, vagy mondjuk percenként a kettőt pislogunk, mert így meredünk a monitorra, és nem kenjük szét ezt a filmet cserébe, a könyvfilm szépen előrekszik, és nem fog tudni kenni. Előrekszik? Így van, igen. Ez egy nagyon szép filmcím lehetne. Így van, igen. Előregedő könyvfilm. A probléma alapvetően ez, hogy vagy a minősége nem megfelelő ennek a könyvfilmnek, vagy hagyjuk előregedni a szemünk felszínén, és ez egy elég kellemetlen, tulajdonképpen egy időt kötőhártya gyulladásként leírható folyamatot indít el, aminek a túlzott mechanikai inger és a túlzott igénybevétel az, ami a hátterében van. Na most ide egyébként lehet sorolni valóban a telefon képernyőjét, bambulást, a számítógép monitorjának a bambulását, a tévének a bambulását, a légszennyezettséget, mit tudom én, hogyha légkondicionált helyiségben ülünk, akkor a szárított levegőt, ami folyamatosan ugye a szemünket tudja szárítani. Ez egy szárasságérzés, vagy egy könnyezés? Ja, hát szárasságérzés és könnyezés. Ez egy nagyon paradox dolog. Hiába szemszárasság, járhat könnyezéssel. Általában vörös szem és dől belőle a könyv. Az esetek, ha előre megy ez az egész, a kezdetek kezdetén nyilván ott csak úgy érezzük, hogy valami van, folyamatosan oda akarunk nyúlni, dörzsöljük a szemünket, amitől jobb természetesen nem lesz, sőt az a kötőhártya gyulladás, ami ilyenkor van, az még ezzel fokozható is. De egy idő után a könyvnek a minőségi hiányosságai azok mennyiségi problémába kezdenek el átcsapni. Tehát a hiányzó minőséget az fokozott mennyiséggel próbálja meg kompenzálni a szervezet, ezért elkezd dőlni az embernek a szeméből a könyv. És hát ilyenkor aztán már nem az jut eszébe az embernek, hogy valószínűleg ez egy száraz szemnek a velejárója, hanem valami miatt fokozott könnyezés van. Na most ilyenkor valami hiányzik abból a könyvből, ezt a valamit általában lehet egyébként pótolni, különféle fázisokból áll ez a könyv, nem minden fázis pótolható, illetve vannak olyan fázisok, amik szemcseppekkel pótolhatóak, és az esetek 70%-ában hiányzik belőle egy olyan anyag, amit egy meghatározott mirigy csomag tud termelni, és ezeket a mirigyeket, ezeket újra lehet indítani. Stimulálni őket valamiféleképpen? Igen, igen. Hogyan lehet stimulálni ezeket a könyvmirigyeket, hogy megfelelő minőségű könnyet termeljenek? Hát erre van egy eszköz, amit kitaláltak, kifejlesztettek. Ez azért túlságosan nem elterjedt eszköz. Ez egy fényfelvillanással éri el ezt a hatást. Hát ezt a fényfelvillanást természetesen nem úgy kell elképzelni, hogy az ember belenéz a vakuba, és attól majd jobb lesz. Tehát otthon ne kísérletezzünk ezzel, tehát ugye? Otthon nem feltétlenül jó ez, vagy hogyha a zseblámpát az ember a szeme alá oda teszi, attól még neki alapvetően nem lesz jobb. Viszont nézők tömegei állnak ennek neki otthon. Hát, és aztán utána mennek a szemészetre, mert probléma lesz vele, tehát azért annyira nem jó. Nem, mint általában, alapvetően arról lenne szó, hogy úgy megkonstruált fényfelvillanásokat tudunk ilyenkor alkalmazni,
amik által leadott energia az azokban a mirigyekben nyelődik el, amiknek a működésére mi szeretnénk hatni. Tehát nem mindegy egyáltalán, hogy milyen technikával történik az a bevilágítás. A betegek ebből általában semmi negatívumot nem éreznek, tehát igazándiból annyi történik, hogy mindkét szem alatt elhelyezünk megfelelő mennyiségű villanást, ezt háromszor, négyszer megismételjük úraszerűen. Ez is egy lézeres villanás? Nem, ez fény. Ez nem lézer, ez fény. Mi ennek a neve? IRPL kezelés. IRPL, ez egy angol rövidítés, tulajdonképpen egy intenzív, szabályozott fényfelvillanásból álló kezelés. Az eseteknek körülbelül a 70%-ában hatékony, az esetek 30%-ában nem az hiányzik sajnos a könyvből, amire ez hatékony, de hát ezt sajnos nem tudjuk megmondani. Tehát ez egy összetevőt stimulál, amire nagyon nagy szüksége van a könyvnek ahhoz, hogy jó minőségű legyen. És ami legtöbbször hiányzik a könyvből, ilyenkor azt el kell mondani, de hát azért van sajnos olyan, akinél ez nem működik, ez általában menet közben derül ki, hogyha valakinél nagyon nem akar használni ez a dolog. De 70%-ban akkor akár ez sikeres. 70% esély van rá, így van. Hát aztán utána, hogyha az illető visszatér ahhoz az életmódhoz, ami kialakította nála a betegséget, akkor majd többször vendégül fogjuk látni, mert ez a dolog ez visszatér sajnos. De ez életmód alakítja ki, vagy van egy genetikai háttere? Hát genetikai háttere kevesebb van, az életmódi kérdés sajnos. És azon lehet változtatni akkor, tehát hogyha már eléggé stimuláltuk ezeket a mirigyeket, ha változtat az életmódján a paciens, akkor lehet normális könnye? Hát az a helyzet, hogy ez az életmód változtatás, ez egy olyan kérdés, hogy nagyon sokszor felvetődik, de nagyon kevésszer látjuk azt, hogy sikerül, illetve nagyon-nagyon segíteni kell az embereknek ahhoz, hogy sikerüljön. Tehát általában sajnos nem tudjuk levetkőzni azokat a rossz szokásokat, amik ide vezetnek. De akkor van megoldás. Van, persze. Csak nem hetente kell eljárni erre a megoldásra, hanem mondjuk évente, vagy milyen Itt maga a kezelés, az pár héttel, az adott kezelés az pár héttel követi az előtte valót. Ha ismételni kell, akkor ismételjük, alapvetően ennek nincsen hátulütője, meg nincsen ellenjavallata, ami miatt ne lehetne ismételni, akár többször is. Hát még egyszer mondom, akik ugyanúgy mondjuk, hogy nem pislognak, mint előtte, azoknál sajnos ez visszatér. Erre figyelni kell, hogy az ember pislogja. Most én kényszeresen elkezdtem pislogni, miközben beszélgetünk, és már a könnyebb is megindult, de gondolom ez egy ilyen normális reflex. Nem tudunk rá figyelni. Tehát, hogyha valaki megnéz, hát érdemes egyébként megnézni azt az embert, aki monitor előtt ül, és leszámolni azt, hogy hányszor pislog egy perc alatt. Ha ez nincs meg 20, akkor baj van. Általában egyébként 7-8 környékén van ilyenkor a pislantás szám. Nagyon leesik a mennyiség. És akkor ilyenkor kialakul a szemszárasság. Ilyenkor kialakul a szemszárasság, előregszik a könyvfilm, és onnantól kezdve nem tudja kenni a nyálkahártyát. És onnantól kezdve a nyálkahártya is sérülhet sajnos, és kialakul egy ilyen időt kötő hártyagyulladás. Köszönöm szépen a beszélgetést.